Önkormányzati választások lesznek, mint bizonyára ismert, Budapest főpolgármestert is választ többek között, és az ellenzéki pártok egy részének, az egyik PM-nek, az MSZP-nek és a DK-nak közös jelöltje van Falus Ferenc személyében, ő a mai egyik vendégünk. A másik vendég pedig, akit kérdezni fogunk, Jakicki András, aki a területet meglehetősen ismeri, mert 94 és 98 között a belügyminisztérium kabinetfőnöke volt, utána pedig 2010-et megelőzően 8 éven keresztül, 4 éven keresztül mutatja, Demszki Gábornak volt a kabinetfőnöke, vagyis az önkormányzati területet is ismeri ebből adódóan, és ezen belül nagyon ismeri a fővárost is. Falus Ferencnek 6 órakor van a következő programja, ezért 3-4-6-kor a mai beszélgetést be kell fejeznünk, és akkor én most nekiállok kérdezni. Az elején ígértem a Ferinek, hogy az elején felrúgom, hogy ne tévedjünk, úgyhogy abban a minőségében köszöntöm, hogy neked köszönhetjük, hogy politikus többet Magyarországon hideg vízzel nem öntheti le magát. Túl vagy már rajta? Én hálás vagyok azért, hogyha ezt az eredményt tudtam elérni. De politikus azért még az adózott jövedelméből támogathat rehabilitációs gyerekprogramokat. Annak ellenére, hogy nem öntheti már le magát. De én nem a kampánynál szeretnék leragadni egyébként, hanem szeretném, hogyha most el tudnánk tekinteni a kampánytól, mert ugye a kampány szól mindenféle trükkökről, meg akciókról, meg egyebekről, de a háttérben közben te nyilvánosságra hoztál egy programot, hát ez a program nem nagyon tud átjönni, mert mindenféle egyebekkel kell foglalkozni, úgyhogy én meg ezen a programon szeretnék végigmenni, inkább ismerjük meg, hogy te mit szeretnél a jövőben. Azt mondod te, hogy szükség van egy koherens Budapest képre, amelyet a városlakókkal együtt alakítunk ki. Na, ezt hogy csinálod? A városlakók egy része nem is akar téged, hanem mást akar, és egyébként pedig hogy oltató meg, hogy az emberek részt tudjanak venni ebben a folyamatban. Meg szabad kérdeztem, hogy kinek a zsebében nincs okostelefon? Nem ma, hanem egyébként. Hát ez azt jelenti, hogy kétharmadnak van durván, de fele kétharmadnak van. A fiatalabb generációnál ez az arány már, bocsánat, hogy így korhoz kötöm a dolgot, ez más. Ez is csak a telefont szeretném kikapcsolni. Én már abban a korban vagyok, hogy egy ilyen okos telefon a kezembe kerül, akkor rengeteg téves hívást csinálok. A gyerekeim azok olyan sebességgel írnak SMS-t, amilyen sebességgel én olvasni sem vagyok. Igen, és megfigyeltem, hogy intelligensed vagy, hogy bejújjuk meg a fejükhöz. Úgyhogy nagyon könnyen lehet a városban egy olyan új demokratikus teret kialakítani, a tömegmédia segítségével, mert tulajdonképpen egy tömegmédia, amivel pillanatok alatt lehet választ kapni arra, hogy a városlakók mit szeretnének. Ugye ma tartottunk egy sajtótájékoztatót az egyes villamosnak a megállójánál. Az egyes villamos megállóinak egy részénél építenek egy ilyen, nem sikerült kideríteni, hogy micsoda, egy óriási ilyen beton ívet. Hogy az most, ha tényleg csak az a funkciója, hogy a tetőt végig tartsa, akkor ez egy kicsit nagynak tűnik. Mások szerint az egy szobor, egy műalkotás tulajdonképpen, ami ott készül. Egy harmadik vélemény szerint ez a politikus legjobb barátja a beton színű beruházásra tartozik ez a dolog. De a diadalívhoz nem tudom. A diadalívnek egy kicsit, hogy hívják, az én hosszú kutyámra hasonlít, ilyen szálkásszőrű tacskó. Nem tudom, hogy ennek mi a funkciója, de egyben biztos vagyok, hogy költséghatékonynak nem tűnik, és valószínűleg egy kicsit többe került, mint kellene. Na most, hogyha nem? Nem tudom, meg kéne győzni, hogy van, de mindesetre hiányzik, most teljesen mindegy, hogy mi a válasz erre, hiányzik az az információ, ami a város lakói tájékoztatja arról, hogy itt kérem, mi történik. És ezt pillanatok alatt meg lehetne csinálni, ha akarnák,
de nem átlátható a városvezetésnek a működése, és ezért erről nincs információnk. Tehát egy másik példát hozzak. Megkérdeztek-e minket arról, hogy tetszik-e nekünk az új buszoknak a színe? Nem kérdeztek meg, pedig pillanatok alatt el lehetett volna dönteni, hogy ez tetszik-e vagy nem tetszik. Egy ilyen egyszerű alkalmazással. Tehát megvan a technikai lehetősége annak, hogy egy nyitott, sok ember bevonásával szervezhető városképet alakítsunk ki közösen. Na, ugye a buszok színével az a helyzet, hogy olyan nem lehetett, mint az előző kormányok alatt volt, meg fővárosi vezetés alatt, és ezért más kellett kitalálni, úgyhogy azért lett ilyen béna színe minden valószínűség szerint. Te is minden meg fogsz változtatni, ha megválasztanak, ami az előző négy évben volt? Buszok színe visszaváltozik sötétségre. Pont ellenkezőleg, amiről beszélünk. Tehát arról van szó, hogy meg kell kérdezni, hogy mit akarunk. Meg kell kérdezni, hogy mit tart a város lakossága fontosnak. Azt tartja-e fontosnak pillanatnyilag, hogy egy múzeumnegyedi projektet építsünk meg, hozzákötve ugye a Nemzeti Galériának a kiköltöztetését a várból, ami valószínűleg nagyon rövid időn belül arra a képre fogja emlékeztetni a várat, amit én gyerekkoromban láttam, hogy lényegében ott egy üres romhalmaz volt, és azokon a képeken, amit a kormányzat közé tesz, azon nem a jelenlegi kupola látható, hanem a 1944-es kupola, ami sem helyében, sem méretében ezzel nem volt azonos. Tehát ebből én azt a következtetést vontam le, hogy itt egy óriási beruházás készül rövid időn belül. Valaki a királyi várba akar költözni, a várból esetleg egy ilyen köztársasági elnöki múzeumot kívánnak csinálni. Két beruházás együtt, a múzeum negyeddel együtt, az mondjuk, hogy 400 milliárd forint külső hangon, ami annyi, mint a 4-es metrónak a költsége. Hát kérdezzük már meg, hogy mit tartunk fontosnak pillanatnyilag. Mondjuk a metróvonalaknak a meghosszabbítását és kivinni a város szélére, ahol pénzűszer parkolókat lehetne építeni, vagy az, hogy valaki a városba költözök, vagy a városba költözök. Nekem nincs kifogásom az ellen, hogy egy új múzeumnegyed épüljön, mert én például nagyon szívesen látogattam ezt a múzeumnegyedet. De hol vannak azok az alternatív tanulmányok, amik azt mondják, hogy ezt nagyon jól meg lehetne Budapesten csinálni, nem a Városligetben, pont. Ezeket nem láttuk, pedig ezeket közkétsé lehetne tenni, meg lehetne szavazni, hogy mit szeretnénk. A Városligetet szeretnénk átalakítani valami mássá, mert hogy az építkezést követően ez nem ugyanaz a Városliget lesz sem funkciójában, semmiben. Vagy például a Rákos rendezői barna mezős területet szeretnénk rendbe tenni, vagy például a bocsánat, hogy a közterületi nevek nekem nem mennek a fejembe. Az Élmunkás hídtól a Hungária körútig eső részen, ahol a Szabolcs utcai kórházat, ott csupa üres telek van és bontásra érett terület van, ott is meg lehetne ezt csinálni. Miért nem vizsgáltuk ezeket meg? Megkérdezett minket valaki erről? Nem kérdeztek meg minket, cserébe azt kaptuk, ugye, hogy a Margit-szigetet kivették a 13. kerülettől, a Városliget építkezést azt áttették a kormányhoz, és pillanatokon belül a mai hír alapján ugye a kerületi önkormányzatok és a kerületi vezetés helyett is itt helyi helytartók lesznek, amiből én azt a következtetést vontam le, hogy a továbbiakban most már a budapesti beruházásoknak arról a minimális részéről sem akarják, hogy a budapesti önkormányzat döntsön, amiről eddig úgy, ahogy döntött, hanem nem bíznak senkibe, a saját eltársaikban sem bíznak már, saját kezükbe akarják venni ezt az egészet. Ugye azt gondolom, van lehetőség valamit csinálni. András, ugye elhangzott, hogy egységes, koherens Budapest kép volt ez alattatok a Demszki időben? Hogy? A Demszki időben volt Budapest, akkor egységes, koherens Budapest kép? Hát sokkal inkább volt, mint amennyire ez az elmúlt négy évről fölsejlett. 1990 és 2010 között a Budapest, mint önkormányzat, az nem egy kiüresített tartalmú fogalom volt. Ez nagyjából ez alatt a négy év alatt fikcióvá vált. Akkor, amikor Tarlós István 2009-ben nyilvánosságra hozta a Nemzet Fővárosa című programját, ebben ő nagyjából ezen a nyomvonalon járt. Hogy lehetne egy erős, egységes fővárost létrehozni, mit kellene tenni annak érdekében, hogy az addig szétszabdalt
fővárost egy egységesebb szemléletben lehessen fejleszteni. A programja meghirdetése után, ugye ez 2009-ben történt, 2010 őszének végére, tehát a tarlós megválasztása után a programja egy hatalmas durdefektet kapott, mert a Fidesz ahelyett, hogy a tarlós programját nézte volna, tehát a saját programjukat, ehelyett elkezdte szétszedni a várost, megerősíteni a kerületeket szemben a fővárossal, nyilván azon hatalmi érdektől vezetve, hogy a kerületi fideszes polgármesterek mennyiben támogatják a Fülke forradalom nyomán a jogalkotási és egyéb tevékenységet. Tehát amiből azt tetszik ki, hogy a főváros az elmúlt 4 évben nagyjából Orbán homokozója játékszere volt. Tehát minden olyan elképzelés, amiről a Feri beszél, hogy lehetne ezt egy egységes városként tekinteni, hogy lehetne 1,7 millió fővárosi lakos, és a körüllévő településeket nézzük, ennek a 2,5 millió agglomerációban élők számára egy minőségibb életkörülményeket produkálni, és ráadásul itt még meg sem szabadna állni, mert ugye minden uniós elvárás szerint nagyjából a főváros tól egy órányi távolságban lévő területet kellene egy egységes gazdasági fejlesztési övezetként tekinteni, ugye Tatabányától Kecskemétig és fölfelé is Vácon túlig terjedő kör jelentene. Szó sincs ilyenről. A Feri ugye említette, hogy nincs alternatíva például a Városliget fejlesztésére, vagy a múzeumnegyed építésére. Egy pici volt ebben az említett tarlós programban, hogy azt mondta, hogy legyen a múzeum negyed a nyugati mögötti területen, ott, ahol a Gyurcsány kormány elvetélt kormányzati negyed beruházása volt, fel is utalt erre, hogy a Élmunkás híd, újabb neven Ferdinánd híd mögötti területen legyen egy. Érdekes módon valahogy a főpolgármesterét soha nem hallgatja meg a Fidesz, vagy legalábbis alig. Nem szóval arról, hogy ez a program, mármint az ő programja teljesen fulcsba ment. Hát igen, ugye csak emlékeztetek arra, hogy elvették az egészségügyet, elvették az oktatást, ugye a kerületek javára toltak el feladatokat és nagyon fontos pénzeket. Mennyire segít a főváros költségvetése, ha EU-s fejlesztéseket leveszik róla? Hát ugye ezt így elkülönítve nehéz kezelni, mert az uniós források is megjelennek a főváros költségvetésében. Én csak egy ilyen az összemérésre két számot mondani. 2010-ben a főváros kiadási előirányzata 2010-es évre vonatkozóan 540 milliárd körül volt, és ez most durván 2014-ben ilyen 250-260 milliárd. Tehát durván felére esett vissza a főváros által finanszírozott feladatokra fordítható pénz. Most itt ugye bajban leszel, mert mondtam, hogy megyünk végig a programodon, de mindjárt mondanám, hogy azt mondja, hogy legyen Budapest turisztikai központ, innovációs központ és egy nagyon jó hely a vállalkozások számára. A pénzed meg nem lesz hozzá, hogy gondolod, hogy úgy tudod megvalósítani? Miért lenne hozzá pénz? Ja, az már akkor... Jó, én rossz szavakat olvastam, akkor rendben, a pénz megvan. Nem, hát a kérdés nem itt merül föl már kocsának. A gyakorlatilag az én információm szerint jelenleg a fővárosi önkormányzat kb. 50 milliárd forint fölött döntetett eddig. Ezek szerint lehet, hogy a jövőben ma annyi fölött se döntetett. Ez olyan kevés pénz a fővárosban, hogy erről nincs mit beszélni. Az összes többi pénz az vagy átfutó pénzösszeg a fővároson, vagy pedig valamilyen olyan projektpénz, ami már eleve címzetten fut rajta keresztül, tehát a mozgástere ilyen értelemben nagyon kicsi. De nagyon is van lehetősége egy város megválasztott vezetőjének kifejezni azokat az érdekeket, ami szükséges, és erről lehet tárgyalni, és lehet a fontossági sorrendet módosítani bizonyos ügyekben. És azért mindig van egy kis mozgástér, amiben valamit lehet kezdeni ezzel a dologgal. De a
turisztikában is, a vállalkozásfejlesztésben is, az ingatlanok, üzlethelységek mérgeadási politikájával, az üresen álló helységeknek a hasznosításával. Csupa olyan lehetőség, ami azért még mindig rendelkezésre áll. Igen, csak egy csomó dolog, itt szabályozási kérdés is. Ugye a, mondjuk a, ha te innovációs központot akarod alakítani, akkor vonzóvá kell tenni valamilyen módon azon cégek számára, amelyeknek ilyen típusú fejlesztési részlegeik vannak. Vagy ha a vállalkozásokat akarok kedvezményezni, eszközrendszer kell ahhoz, hogy a vállalkozó itt megtalálja az érvényesülés útját, hogy megy ez. A startup cégek és az innováció Budapesten most tényleg néhány cég ilyen világkarriert futott be. Ők teli vannak például olyan világ különböző részéről érkező kitűnő szakemberekkel, akiknek megfelelő fizetést is tudnak ehhez adni, akik jól érzik magukat Budapesten. Tudik, ezeket a fejlesztésekhez, ezeknek a fiataloknak, akik csinálják, az ő elmondásuk szerint két dologra van összesen szükségük. Az egyik egy notebookra, a notebookhoz való jó minőségű internet hozzáférésre és szórakozási lehetőségre. Másra nem. Ezt a kettőt pedig megkapják pillanatnyilag Budapesten, és ezt kell fejleszteni, ezért van a programunkban az, hogy minél több közterületen próbálnánk ingyenes közterületi, vagy wifi hozzáférést, vagy nem menjünk bele technikailag, hogy milyen megoldások vannak, de ez részben segíti azt is, hogy itt olyan vállalkozások, amit már eddig is megtelepettek, tovább tudjanak fejlődni, de segíti az információhoz való hozzáférést is, kellemesebbé teszi az életet a fiataloknak, hogy a parkokban tanulni, szórakozni tudnak, ez ma már egy majdnem, hogy egy alapszintű közműszolgáltatás igényt jelent. Azt mondja a programod, ugye már említetted, hogy egyeztetsz az emberekkel a okostelefonokon keresztül, de a program azt is tartalmazza, hogy minél több kérdésben négy szavazás fog dönteni. Na ja, hát ez ugye nem egy ugye időigényes és pénzigényes dolog. Vannak súlyos kérdések, amire az időt és a pénzt rá kell áldozni. Ebben nem nagyon van, azt hiszem, pardon. De itt sajnos van egy másik kérdés. Egy népszavazási kérdés. Akarjuk-e, hogy Orbán Viktor a királyi várba költözzön, vagy nem? És gondolod, hogy ez átengedi a Orbán bíróság? Nem, azt gondolom, hogy egy, azt tanultam a nemzeti együttműködés rendszeréből az eltelt négy évben, hogy amit... Te hülyeségeket olvasom, hát... Most még nem olvastam, tanultam. A tanításnak azért vannak olyan módszerei is, ami nem feltétlenül igényli azt, hogy a tanuló azt elolvassa, beleverik azt kőbelé akkor is, hogyha nem akarja elolvasni. Ugye azt tanultam meg ebből, hogy ami reggel jogszabály és rend, az holnap nincs. Tehát nekünk nem arra kell készülni, hogyha a fővárosi önkormányzatban szeretet kapunk azokra a jogszabályokra, ami korábban volt, hanem arra kell készülni, hogy bármilyen jogi környezetben képviselni tudjuk azoknak az érdekét, akik minket megválasztanak. Hogy azt mondja, hogy az egy, hát jó, mondjuk érdekes kérdés lenne egyébként, mert az egyik oldalon a főváros ingatlanai területe és a többi. A másik oldalon meg az, hogy miközben van a főváros lakosságának az, hogy a kormány hova költözik, és ezen az alapon visszautasítja a kérdést. Nagyon halkan, talán jobban emlékszel rá, mint én, azt a plegykát hallottam, hogy itt volt korábban terv a Vár negyed rekonstrukciójára, meg mindenféle felújításra, és az első területi önkormányzat akkor egy olyan intézkedést hozott, hogy nem mehetnek be oda teherautók arra a területre, és ezzel az egész fejlesztési programot egy kicsit elhúzták. Volt ilyen? Hogy egy Gyöngyös Halász, tudod, Apolló gumigyár, amikor mi akartunk ott gumigyárat létesíteni, föllázadtak ellene és megfúrták, és tüntetések voltak, most pedig lényegesen több pénzért, sokkal nagyobb támogatással megcsinálják. Akkor pedig halkan el kell mondani, hogy a civil polgári ellenállásnak különböző eszközei vannak, amiben igenis lehet lépni és lehet tartani. Tudok olyanról, amikor egészségügyi intézményeknek az eladását azzal gátolták meg, hogy a rendezési tervet módosították. Tudok olyanról, hogy utakra ki lehet tenni táblát, hogy oda 3 tonnával vagy 5 tonnával elfette el, akkor nem mehet be. Mindenféle lehetőség van, amivel... Ki lehet tenni egy traktorra be, kilós. Ilyen is volt, igen, aztán a táblák eltűntek az utóbbi.
Mondtad, hogy hangosan el kell mondani, hogy civil szervezetek. Mit akarsz a civil szervezetekkel kezdeni? Ugye az a dolguk, hogy kellemetlenkedjenek veled is természetesen. Nem. Nem civil. Bocsánat, le vagyok tiltva a történetekről és a tréfálkozásról, ezért lehet, hogy meséljek el. Az orvosi kamara úgy jött létre, hogy az orvosi kamarát nem szabad elmondani, azt Csehák Judit hozta létre gyakorlatilag. És Csehák Judit kint járt, és egy másik német orvosi kamara ügyébe tárgyalt, hogy annak milyen szabályai vannak, ahol elmondták neki, hogy meg vagy őrülve, a saját ellenségeidet hozod létre, hát sose lehet velük megegyezni. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy a civil szervezetek azok nem a mindenkori hatalomnak a kiszolgálói, de valószínűleg tudnak valamit, és ha értenek hozzá, és tudnak hozzászólni bizonyos tervekhez. Tehát igenis, meg kell őket hallgatni, be kell őket vonni bizonyos döntésekbe. És nem lehet új döntéseket hozni, hogy most hozzák ezeket a döntéseket. Tegyük hozzá, hogy a város lakosságának egy része tapsol ehhez. Hogy átgázolunk a törvényen, átgázolunk bizonyos szakembereknek a véleményén, de megcsináltunk valamit. Mert az, hogy a döntés előkészítés van, az sajnos időbe telik. Sőt, te még azt is ígéred a programokban, hogy közösségi tereket biztosítasz a civil szervezetek. Így van. Például a bánát azonnal meg kéne nyitni. Hát azt mert a bán nagyon üres. Igen. Ebből jön a Jónás aztán. Teljes átláthatóság az önkormányzat működésében ígéred. Most akkor András, hogy néz ki a teljes átláthatóság az önkormányzat működése ügyében? Te aki ma, csinálta? Ahogy nem, nem ma. A ti a ma, hát azt látjuk se, hogy hát az világos, de a ti alattatok. Tényleg van olyan, hogy mindent kiteszek az asztalra? Hát én... Döntés előkészítő anyagok. Még nincs meg a döntés, kimegy a nyilvánosság elé, már levíjéz mindenki, pedig nem is azt fogod eldönteni, amit levíjéztek. Ugyanis együtt szívtunk 94 és 98 között, már csak azért mondom. Azt tudom mondani, hogy azért az önkormányzati szféra és a kormányzati szféra ebben a tekintetben egy kicsit más. Hogyha valaki veszi magának a hát rendkívül a, hogy mondjam, időrabló fáradtságot és a budapest.hu portálon megnézi, hogy a fővárosi közgyűlés milyen előterjesztéseket tárgyal a havi közgyűléseken az a 30, 40, 50, 60 anyag miről szól, mik a tartalmai, miről szavaznak. Nobdacu még el is olvassa hozzá a közgyűlés jegyzőkönyveit. Hát azt láthatja, hogy amiről ott döntenek, még ebben a ledózerolt önkormányzati viszonyok közepette is, amit a Fidesz létrehozott. Arról a főváros lakosságának valami kevés fogalma van, az őket érintő, a kisúbba váló kérdésekről, hova tovább, a képviselőknek sincs nagyon fogalmuk, nekik sem volt belelátásuk, hogyha igényled, akkor erre példát is tudok mondani. Tehát én azt gondolom, hogy annál, és 2010-ig is egy olyan a feladat tömeg nehezedett a fővárosra, hogy sok esetben az idő nyomása miatt ezeket a formákat nem sikerült megteremteni. Tehát én annak például nem látom akadályát, hogy azokban az ügyekben, amelyekben a fővárosi közgyűlésnek a hatásköre van, azokban készült előterjesztéseket, azt megelőzően, hogy ezeket a közgyűlés vitára bocsátja, ezeket egy online platformon, hogy mondjam, a köz számára hozzáférhetővé lehessen tenni, és arról egy széleskörű vita folytatódjon. Ebben én bátran belevágnék ilyen Magyarországon szokatlan formákba, független attól, hogy volt eredménye 2015, arról meg, hogy ez most mi volt az elmúlt 4 évben, arról csak egy példát. Hogy ugye a város egyik legnagyobb feladványa, hogy mihez kezdjen
azzal a hármas metróval, amelyik napi 510-520 ezer utas szállít. Tehát ennyi felszállás történik meg. Ezt a Tarlós előszeretettel mondja, hogy az ország legnagyobb vasútvonala. Tömpe István barátom biztos megerősíti ezt az állítást. Na most a 2014 júniusában a Fővárosi Közgyűlés elfogadott egy előterjesztést, amiben megbízták a BKK-t, tehát ezt a Budapesti Közlekedés Szervezési Központot, hogy kösse meg a tervezésre szóló szerződést a főntervvel. Ennek a szerződésnek a megkötése másfél évig tartott. Másfél évig kuncsorgott a BKK azért a másfél milliárdért, amiből ezt a tervezést megvalósíthatja. Az előterjesztésben részletesen benne van, hogy a kormány több ízben hogy rúgta ki a fővárost a finanszírozás biztosítására. Most az utolsó pillanatban úgy döntött a városvezetés, hogy ezt tartalék terhére megfinanszírozza. Ebben az előterjesztésben, illetve a javaslatok között is ott szerepel, mert a döntési javaslatok között, hogy el kell dönteni az előkészítő munka során, hogy ez a rozsda tömeg, amit a szerelvények jelentenek, felújításra kerüljön, vagy újabb beszerzésére. Tehát magyarán erre bízta meg a Fővárosi Közgyűlés a saját cégét. 2014. augusztus 19-én a kormány olybá döntött, hogy így, ex hasibus, hogy a hármas metró szerelvényeit fel kell újítani, és ehhez a főváros részére hitelfelvételt engedélyez. Valaki olvasott arról valamit, hogy a kormány elvonta a főváros hatáskörét abban a kérdésben, hogy a főváros által üzemeltetett hármas metró szerelvényeivel kapcsolatosan egy döntést hozott. Tehát egyszerűen volt erről bárhol vita is, hogy miért kell egy ilyen roncstömeget felújítani. Az a duma egyébként erre, hogy 30-35 milliárdal olcsóbb, mint hogyha új szerelvényeket vennének. Na igen, de ennek a felújított szerelvényeknek az életpályája, tehát a teljes életideje, így is a fele lenne egy új szerelvénynek. Akkor mi mennyibe kerül? Bocsánat. Nem épül a Paksát, valamit kellett, hogy az oroszoknak valami munkát nyilván. Kultúra támogatása. Egy gondolattal hagyj egészítsem ezt kérdezni. Ugye, tehát itt volt a hagyóügy annak, mindenki tele volt az, hogy a fővárosi önkormányzaton micsoda biztonságok történnek, és most az eltelt 4 évben ugye a jelenlegi főpolgármester környezetéből ilyen hírek nem szivárogtak ki. Ugye, miért nem szivárogtak ki? Nem volt ilyen ügy, vagy mi történt? Ugye két dolog tudunk. Az egyik, hogy nincs átláthatóság, tehát fogalmunk nincs róla, hogy mi történt, vagy mi nem. És a másik, amit engedtessék meg nekem ez a kifejezés, kiszervezték ezeket az ügyeket. A kiszervezés a következő adat van. A Budapesti Közlekedési Központ 2011-12-13-ban 60 milliárd forint értékű közbeszerzést hirdetett meg. A főpolgármesteri hivatal 30 milliárdot. A 30 milliárdnak a fele még így is a szennyvíztisztító művel kapcsolatos beruházásokra szólt, amiről úgy tudom, hogy elkészült korábban. Valami azért csak bűzlik ebbe a szennyvíztörténetbe, de mindesetre ügyesebben szervezték ezt a dolgot, mint korábban. Hát a szennyvíztörténetekben általában bűzlik valami. Szóval a kultúra támogatása, ugye, hát itt két dolog van. Az egyik általában a kultúra támogatása, a fővárosi kulturális élet romokban kezd heverni. Ezen belül az alternatív kultúrákat meg megfojtották. Mit akarsz ezzel kezdeni? És hozzáteszem, hogy az egyik legolcsóbb dolog, amivel nagy sikereket lehet elérni szerintem. Így van. Ezt többször elmondtam már, hogy a kultúra támogatására szükség van. Budapesten nagyon sokféle kultúra van. Vannak olyan zenék, most már tudom, hogy tucnak hívják, mert nem tudtam, bocsánat. Nem tudsz mindent. Hát épp ez a lényege a dolognak, hogy nem tudok mindent. De tudom, hogy erre is szükség van Budapesten. Ez is kell.
meg az is kell, meg a harmadik is kell, meg a negyedik is kell, és nem az kell, hogy a főpolgármesteri hivatalba koszos körmeikkel kapirgáljanak bele abba, hogy ki a melyik színháznak az igazgatója, és mit csinál, és az ő ízlésükkel mondják meg, hogy egyforma kultúra kell, és egyforma szórakozás kell. A fiatalok szórakozó helyeinek egy részét átjátszották más tulajdonosnak, másik részét bezárták, egyedül tulajdonképpen ez a belvárosi szórakozó negyed van fenntartva, vagy tűrve inkább, ugye, de hát, hogy mondjam, olyan szórakozóhely Budapesten az eltelt években, ami kimondottan mondjuk a belföldi turisták vagy a város lakói számára nyílt volna, ilyen nem volt. De ezt te akarod megnyitni szórakozóhelyet, mert a piac, ha van ilyen... Én akarom megnyitni, csak gátolni nem akarom azt, hogy ezeket megnyissák. És a fővárosi önkormányzatnak ebben a mondjuk nagyon kevés pénzében is bőven van pénz arra, hogy néhány millió vagy néhány tízmillió forinttal ilyen alternatív kulturális egyesületeket támogasson és életbe tartson. Tehát itt kevés pénzzel nagyon is segíteni lehet ezeket a szervezeteket, és nem 35 rendőrrel kell kivonulni ezeket szétverni, hogy már pénteken kiteszik a táblát, hogy vagy hétfőn raziázik. És az alternatív, mikor volt a utoljára alternatív színházban? Ez egy jó kérdés, de hát itt éppen ez a kérdésnek a lényege, voltam különben, de nem most az eltettek, de kicsit mással voltam elfoglalva, de nagyon is fontos, azt gondolom az, hogy ezeket a lehetőségeket itt fejleszünk és tartsuk és engedélyezzük, és találjuk meg a számukra a működési lehetőséget. A lakásszínháztól kezdve azokért a fantasztikus programokit, amik a városban is van. Rugalmas zökkenőmentes ügyintézésről beszélsz a programokban. Igen, megint csak egy telefon, csak mondom, hogy van ugye az okostelefon, meg az okostelefon tulajdonos, aki ugye kikapcsolja. Szóval az zökkenőmentes ügyintézés. Mit tudsz tenni vele? Ígéred a programokban, hogy ilyet fogsz csinálni? Igen, hát ebben van némi gyakorlatom, hogy ilyen ügyintézést hogy kell szervezni, és hogy kell megcsinálni. Beoltatod a ügyfeleket. Ez is egyfajta segítség, mert hogyha az ügyfél tudja, hogy neki az oltást hol kell megkapni, akkor nem kell esni. Tudtam, hogy ezt kellett volna. Most egy órát szövetkezik. Szóval minden esetre szeretnénk egy olyan telefonszámot megcsinálni, amikor olyan emberek ülnek, akik mindenféle panaszra és ügyre felvilágosítást tudnak adni, kezdve attól, hogy abban az utcában, ahol én lakom, hogy mikor lesz felújítás, vagy hogyha a csatornát feltörték, akkor mikor fogják azt befedni, egészen addig, hogy a bármilyen ügyet, hogy és mikor kell intézni. Azt gondolom, hogy ez nem egy komplikált feladat, de nagyon fontos a szándék. És hogyha erre megvan a szándék, és van az a kevés pénz, ami néhány munkatársnak a képzéséhez kell, és a megfelelő adatbázis rendelkezésre áll, ezt meg lehet csinálni. Nem olyan unikális ez a dolog, hogy a világ más városaiban ez nem fordult volna már elő, hogy ezt megcsinálni. Hát meg a szemléletváltás, hogy mindenki tudja, aki ott dolgozik, hogy azért vagyok, hogy kiszolgáljam az embereket, és nem ők vannak az egyébként. A következő az pedig a közösségi részvétellel fejlesztjük a közbiztonságot, és itt külön kitérsz a térfigyelő kamerákra. Most a mind a két téma érdekes, a térfigyelő kamerák a 8. kerület kapcsán most egy kicsit középpontba kerültek, mert azok harcfelismerő rendszert is tartalmaznak, vagyis adott esetben beteszik a te arcodat a rendszerbe, és tudják, merre jártál, számítógép rögzíti. Szóval a dolog, a két téma kényes. A téma rettentő kényes, és meg kell nekem vallanom, hogy nekem személy szerint ez nem is nagyon tetszik. De úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy a városban biztonság és nyugalom legyen, van egy jelentős igény arra, hogy ezek a térfigyelő kamerák működjenek. Ha nekem választanom kell, hogy olyan helyen hagyjam az autómat, ami egy lakótelepnek a sötét parkolója, vagy a 8. kerületben egy térfigyelő kamera előtt, akkor valószínűleg szívesebben hagyom ott az autómat. Sajnos ez egy olyan kérdés, amire én nem tudom a jó választ, hogy hol a határa annak, hogy az én civil szférámat és
adatoknak az ellenőrizhetőségét és követhetőségét hogy kell megsegíteni, vagy pedig az a kérdés, hogy a vagyonbiztonságunk és a személyes biztonságunk is az milyen módon van. Ezért van ebben a programban egy másik elem is, ami azt mondja, hogy olyan segítő szolgálatot kell létrehozni, aki személyesen jelen vannak ezeken a területeken, és ha kell, akkor tudnak segíteni, és valamilyen módon rendelkezésünkre tudnak állni. De mióta a zsebemben van a telefonom, hát azóta, aki akarja, az mondjuk méter pontossággal tudhatja, hogy én mit beszélek, mikor mit mondok, merre járok, mennyi ideig ülök, mennyit járkálok. Utána ezek az adatok mind benne vannak a telefonomban, aki akarja, ehhez hozzá tud jutni. 95-ben azt hiszem, hogy akartuk a SZEM, úgynevezett SZEM mozgalmat bevezetni, ez a szomszédok egymásért mozgalom, ahol ugye mindenki figyeli a idegen mozgásokat a szomszédnál, és jelenti, hogy itt valami furcsa van. Mindjárt be is jöttek az első jelentések, hogy miből van a szomszédnak új autóra pénz. Gyorsan abba hagytuk, szóval ez a mindenki dolgozik egy kicsit a közbiztonságért, dolog azért. Milyen a közbiztonság a Budapestnek? Én szerintem rossz és egyenetlen. Az ötödik kerületben az egylakos első rendőrszám magas, a külterületben meg alacsony. Úgyhogy nem egyforma a közbiztonság. Ugye itt azért voltak olyan történetek a Lánchídon átsétálva egyetemistáktól kezdve, amit nem erősítik meg a közbiztonság, a jó közbiztonságnak az érzetét. A rendőrséggel szemben ugye az lenne az elvárás, hogy a vagyonokat védje, és nem az, hogy egy költségvetési előírásnak megfelelően büntessen. A segítés és a figyelmeztetés az teljesen hiányzik az utóbbi időben a rendőrségnek az eszköztárából. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy olyan városban lenne jó lakni, ahol a gyerekeink, lányaink azok este szórakozásán utánulokra hazamehetnek egyedül. Igen, ugye ezt elmúlt 4 évben bevezették, hogy a különböző szervezetek részesülnek az általuk kivetett bírságból, és ettől kezdve a rendőr érdekelt abban, meg a hivatal, meg mindenki érdekelt abban, hogy minél több pénzt szedjen be az emberektől, és ez ami megjelenik a rendőrség magatartásában. Társadalmi befogadási programot akarsz indítani. Ez a tetén volt. Hát, még egy kicsit bemutatják az előző kérdés, ha mondjak erre valamit. 2010-re elkészült a főváros belső kerületeiben a legnagyobb 12 vagy 13 aluljáróban egy térfigyelő kamerarendszer, amelyik nyilván senki nem tudja, senki nem ismeri a történetet, azért tartom fontosnak elmondani. Ennek az éles üzeme körülbelül 2010 koronára történt meg. Hosszú tárgyalásokat folytattunk, hogy a BRFK, illetve a közterületfelügyelet hogyan tudja ezt a monitor előtt ülő figyelő tevékenységet megszervezni, biztosítani. És mind a két szervezet közölte, egyik ugye a fővárosi volt, a közterületfelügyelet, a másik a BRFK, az pedig az évi a 160-180 millióval támogatta a fővárosi önkormányzat, 2010 óta ez eltűnt. Mindegyik szervezet komoly számlát akart benyújtani erre a tevékenységgel, mindig kizártuk azt, hogy ez egy az ő munkájukat segítő, osztott felügyeletben történjen, és némi premizálás ellenében is mind a két szervezet rájött arra, hogy tulajdonképpen a saját munkájukat könnyíti meg ez az egész. Én elvesztettem a fonalat az elmúlt 4 évben, tehát fogalmam sincs, hogy ez a majd 1 milliárdos fejlesztés, ami az aluljárókat lényegesen biztonságosabbá tette, áttekinthetőbbé, ez hova jutott, használják-e egyáltalán, vagy működik-e.
remélhetőleg igen. Szóval van ennek egy olyan pozitív oldala, ami tulajdonképpen erősíti a biztonságérzetet, és megteremthetők a megfelelő adatvédelmi feltételek is. Itt, ami a társadalmi befogadás programját illeti, ugye ez leginkább azt jelenti, hogy a városi térben mindenütt vannak, és a nagyvárosok ez különösképpen jelenti, olyan társadalmi csoportok, amelyek először kiszorulnak a munkaerőpiacról, aztán a lakhatási viszonyaik is lényegesen leromlanak. Magyarán elindulnak az elszegényedés, pauperizálódás egy olyan lejtőjén, ami, hogyha ezt egy ilyen hatósági, kormányzati intézkedés sorozat is erre rásegít, itt a hajléktalanok bűnözővé nyilvánításának és kiszorításának eszement ötletére és akciósorozatára gondolok, akkor előbb-utóbb a budai erdőkben vagy a Pest külső kerületeinek erdeibe találja magát. Az elmúlt években a Unió fővárosainak munkacsoportja, ez a Eurocities nevű szervezet komoly erőfeszítést tett arra, hogy ezt a társadalmi kirekesztést hogyan lehet megelőzni, milyen elképzeléseket lehet érvényre juttatni, hogy ezt megfogják. Én úgy látom, hogy ebből semmit nem fogadtak meg, semmit nem tanultak a hatalom mai urai. Hadd utaljak egy 2015-i projektről. Ez a úgynevezett Magdolna negyed program volt. Nyilván sokan tudják, hogy ez Józsefvárosnak a legbelső negyede, ott a Mátyás tér mögötti rész, amelyik tulajdonképpen legkriminogénabb zónája volt, és talán még ma is az élen van. Uniós támogatásból, fővárosi és kerületi forrásból, itt az akkori fővárosi és kerületi vezetés elindított egy olyan projektet, aminek a lényege az volt, hogy itt jellemzően bérházakról van szó. Tehát ott gyakorlatilag nincsen magántulajdonban lévő társaság. Hogy a bérházakban lakók a részvételével együtt történjen meg az ingatlan komfortossá tétele, és erre rászervezve egy közösségfejlesztő program. Gyerekeknek, fiatalkoroknak, különféle klubok, hálózatok, szervezetek, foglalkoztató programok. Ennek keretében történt például a kesztyűház felújítása. Ez egy annyira sikeres dolog lett, hogy első dolguk volt a helyi fővárosi fideszes vezetésnek ennek a szellemét is kiirtani. Na most én azt hiszem, hogy egy modern nagyváros nem működhet úgy, hogy nem ügyel, nem figyel a terembe szorulók helyzetére, és nem céloz meg olyan programokat, amelyeket például amilyen a Magdolna negyed projekt. Szakmai vagy politikai kérdés a hajléktalanság? Nem tudom szétválasztani, de én azt gondolom, hogy a hajléktalansággal kapcsolatban a legfontosabb ez a megelőzés. Tehát én azt tartom a legfontosabbnak, hogy egy olyan szociális szolgálat működjön a városba, aki azonosítani tudja azokat a családokat, akiket a hajléktalanság fenyeget, és itt kell megelőzni, és itt kell közbelépni, és itt kell segíteni. Ez a legfontosabb. A második része a dolognak az, hogy hát a hajléktalan szállókat bővíteni és emberivé kell tenni, még akkor is, hogy erre azt fogom kapni, hogy ha azon túl kényelmesek és kellemesek, akkor még több hajléktalan fog idejönni. Egy részük nem is akar bemenni a közösségi szállásra. Egy része nem is akar bemenni a közösségi szállásra, persze ez attól is múlik, hogy milyen a közösségi szállás, de azért látni kell azt, hogy a hajléktalan léthez szükséges pénz az pillanatilag több, mint amennyi a minimálbér. Tehát nem lehet megélni annyiból hajléktalanként, tehát nem lehet ágyajárónak lenni, vagy valamilyen ócska lakást bérelni, rettentő nehéz, tehát nem tud bejárni, dolgozni, és így tovább. Tehát könnyebb neki egy 70-80 ezer forint fordulásból életben tartani magát, mint olyan nincsen családja, nincs hova vonulnia,
mint meglenni. Tehát ebbe kellene segíteni valahogy. Erre is nagyon jó példák vannak a világban, lehetne erre olyan ellenőrzött lakáskörülményeket biztosítani, ahol többen esetleg lakhatnának. Lehetne erre valami olyan programot csinálni, ahol vissza lehet ezeknek egy részét vezetni a munkaerőpiacra is. De egy dolgot tudni kell. Ha valaki 6 hetet eltölt az utcán, az nem egészséges ember a továbbiakban. Tehát azt kezelni kell. Az nem egy bűnöző, az nem egy kóros állapot, hanem az egy betegség, nem lehet nagyon könnyen kigyógyulni. Tehát ezzel sajnos foglalkozni kell, és tudomásunk kell venni, hogy vannak, akiket életben kell tartanunk, vannak, akiket etetnünk kell, és ez a minimális humánumunkhoz tartozik. Sajnos ebben a városban vannak olyanok, nem csak a városban, akik úgy gondolják, hogy ennek a megoldása az, hogy ezeket el kell tüntetni a látótérből, mert akkor nincsenek. És vannak, akik lehet, hogy ezt még tovább is gondolják, de ezt már én sem merem végig gondolni. Hát igen, itt szemléletváltásra van lényegében szükség a főváros vezetése szintjén. És ugye az a probléma, hogy a fővárosi vezetés meg hat a fővárosi lakosság jelentős részének a hozzáállására. Na, a Nagyfalat tömegközlekedés. Ugye azzal vádolt téged a tarlós, hogy 1200 milliárd forintba kerül a programod. Na most hát amit ígérsz a tömegközlekedés kapcsán például, hát az ugye a Budaörstől a Bosnyák térig a metró mondjuk, azután a kocsik cserére különböző területeken, villamos vonalak felújítása, kiépítése, az tényleg sok pénz. Egyrészt, másrészt kell a BKK. Na, mihez képest sok pénz? Ugye a következő... Ahhoz képest, amennyi rendelkezésre fog állni. Hogyha a rendelkezésre álló pénzből indulunk ki, és a főváros lakossága ezt szereti, akkor lehet gyalog sétálni a 3-as metróvonalán, mert a metró nem fog működni. Meg el lehet menni a következő választáson szavazni és újra megszavazni az Orbán kormányt, hogy a járdát is szedjék föl, mert sárba jobban szeretünk menni, mint egy normális úton. Mondjuk ez történt. De valószínűleg a más következőben is ez fog történni adott esetben. A következő Európai Uniós 7 éves ciklusban folyó árfolyamon közel 9000 milliárd forintot kapunk közlekedési infrastruktúra fejlesztésre. Ennek a 4-es-5-ös prioritásába belefér a budapesti infrastruktúra fejlesztése is. El kell dönteni, hogy akarunk ebből erre fordítani, vagy nem akarunk. Ugye ez egy kormányzati kérdés, és erre a budapestieknek valamilyen választ kell adni, hogy ennek milyen arányát veszünk. Ha ennek az összegnek csak a 15-20%-át Budapestre fordítanák, akkor ez az 1200 milliárd, ez nem olyan sok pénz, akkor ez már meg is van. És a BKK? A BKK egy nehezebb kérdés, az ifjúság imádja a BKK-t. Egyszerűen szeretik, jó a honlapja, Vitézi Dávid nagyon jó előadó, sok egyetemre meggyőző, lelkesítő, és abszolút kedvelik ezt a fajta dolgot. Kedvelik a futárt, kedvelik, hogy látják, hogy új buszokkal lehet utazni, és így tovább. Ha meg a mélyére nézünk a dolognak, akkor azt látjuk, hogy ott van az a 60 milliárd forintos közbeszerzés, azt látjuk, hogy túlterjeszkedtek a hatalmunkon, azt látjuk, hogy a főpolgármesternek valamiért nem tetszik a BKK, de a miniszterelnök rokonához nem mer hozzájönni, és az újságon keresztül üzengetnek. Tehát helyre kell tenni a BKK-t, a BKK-nak a struktúrája az egy Európai Uniós elvárás volt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon korszerű és nekem szimpatikus dolog, hogy a működtetés és a megrendelés váljon ketté. Én azért ebben vele nem tudom, hogy az ellenőröket is nekik kell alkalmazni adott esetben, hogy mi történik. Jelentősen túl van fejlesztve a BKK, viszont ugyanakkor ott egy nagyon tehetségesnek tartott fiatal szakértői csapat is kialakult, akikre valószínűleg szükség van. Azt írod a programokban, hogy vissza kell adni az oktatás autonómiáját. Így van. Hát de hogy? Hogy az egy jó kérdés természetesen, de ez a fővárosi vezetés, ez lényegében szó nélkül eltűnt azt, hogy az oktatási intézményeket és az egészségügyi intézményeit elvették. Az egész országba eltűnt. Az egész ország eltűnt, de ők is. Ugye itt egy pici ellenállás volt, mert az egészségügyi intézmények
átadására vonatkozó dokumentum a mai napig nincs aláírva, úgyhogy ott a vagyon jogi kérdések nincsenek rendezve, hogy az oktatásnál ilyen nem volt. Ugye két-háromféle olyan dolog van, amit a fejünkben ilyen programként terveződik, amit ezügybe lehet tenni. Az egyik, ugye, hogy a tanodákat lehet támogatni, ami egy kiegészítő segítség azoknak a tehetséges gyerekeknek, akik az iskolán kívüli oktatásban van. Ezek nagyrészt Európai Uniós pénzből működnek, de két pályázat között általában egy-másfél év is el szokott elni. Tehát, hogyha ebből azt a nagyon kevés fővárosi pénzzel biztosítjuk az ő stabilitásukat, akkor azért ezek jobban fognak működni. A másik, ugye, hogy pályázatot lehet hirdetni, és az ösztöndíjat lehet adni a tehetséges fiataloknak. Nyelvtanulási iskolán kívüli nyelvtanulási programokat lehet csinálni, és elkezdtünk kidolgozni egy olyan programot, ugye, hogy miután az működtetése az iskoláknak még mindig a főváros, illetve a kerületek kezében van, ezért lehetőségünk van arra, hogy mondjuk munkacímként valamiféle szülői munkaközösség jellegű dolgot hozzunk létre az iskolákba járó gyerekeknek a szüleiből, akik elmondják a véleményüket függetlenül az iskolától arról, hogy milyen az oktatási rend és milyen az ellátás az iskolában. És ezeket a tapasztalatokat föl lehet hangosítani, és valamilyen módon el lehet érni, hogy a hangulat mégis megváltozzon az országban, hogy az egyforma és a különbségeknek a csökkentését azt nem biztos, hogy úgy kell megoldani, hogy mindenkit lenyomunk. Ugye mert pillanatilag az történik, az, bocsánat, ez az én teljesen szubjektív meglátásom a dologban, hogy voltak jók és voltak gyengébbek. Most ha a jókat lenyomjuk a gyengébbek szintjére, akkor valahol felszabadul valamennyi pénz. És ez a pénz nem a rendszerre megy be, hanem ez valahol távozik ebből a dologból. Most ezzel ellen kell valamit tennünk, és a gyerekeink nem egyformák. Gyerekeink nem egyformák, különböző iskolába szeretnének járni, különböző oktatást szeretnének, különböző tankönyvekből szeretnének tanulni. Azt gondolom, hogy ez ügybe fölünk föl kell lépni közösen. Egy újabb nagy blokk a programban, amivel én nagyon egyetértek egyébként, mert egy szemléletet tükröz, egészséges város, bicikliutak, zöld felületek növelése, sétányok, és még ide tartozónak gondolom az egészséges vízprogramot és a szabadidős sport támogatását. De mit sportolsz? Teniszezem sajnos. Mi az, mert azt mondják, hogy az nem egy elegáns sport, tehát például nem futok. A Margit-szigeti futókör minden ígérgetés ellenére nincsen felújítva. Most a barátnőnk kint volt a szigeten, itt ül, aki ott körülnézett, ott volt egy 100 milliós beruházás a sziklakertre, meg a tóra, meg egyebekre, és hát a környezet az pedig áll a sárba pillanatnyilag. Valamiért fontos volt elvenni a 13. kerülettől a Margit-szigetet. Miközben ilyen futóköröket szerintem minden kerületbe létre lehetne hozni, erre még szerintem olyan nagy pénzt nem igényel, és egy kivilágított, jó minőségű futókörre az igény a városba óriási. Mi az, hogy egészséges város? Hát nézd, az egészséges városhoz ugye elsőbb azt tartozik hozzá, hogy kezdjük az, hogy egészséges a levegő. Tehát, hogyha most a városba itt jössz, mész, akkor ugye azok a buszok, amik itt még mindig szaladgálnak, mert még vagy 500 darab mindig van belőle, igaz, hogy kinyomták őket egy részét a külterületre, de az illatuk még mindig itt van. De azért, hogyha a határunk sarkára az ember elmegy, azért ott az egy elég tágas rész, és nincs is nagy épületekkel körülvéve, azért ott még mindig az a jó, mondjuk 60-as, 70-es évek illatát azért még mindig lehet érezni, hogy mi történik. Ugye ezekkel a buszokkal, amiket most erre a... Azt a volt vegyi művegytelep csinálja ott, az nem a buszok. Büdösnek büdös, az kérdés. A vegyi műveket én véletlenül jól ismerem, de azért onnan már a határútra nem jön az ingat, csak valami egészen speciális fordított félirány esetében, úgyhogy ez a dél-keleti szél azért ritkán fúj arra a környékre. De szerintem itt egy alapvető szemléletbeli különbségről van szó, amit el kell dönteni. Azok a károsanyag kibocsátású buszok, amik a városban még mindig nagy mennyiségben jár, vagy nagy tömegben járnak, annak következtében Budapesten emberek tüdőemboliát kapnak, ami egy megelőzhető betegség lehet az esetben. Tehát lehet gondolkozni a buszok cseréjéről úgy is, hogy költséghatékony a buszokat kicserélni újakra, mert az üzemeltetésük akkor olcsó, meg azt is lehet mondani,
hogy azért kell kicserélnünk a buszokat minél gyorsabban, hogy egészségesebb környezetben éljünk, és ne betegedjünk meg feltétlenül olyasmitől, amiről már tudjuk, hogy az megelőzhető. Tehát itt különböző szemléletről van szó, még akkor is, hogyha ennek a, hogy mondjam, a végső eredménye az, hogy a buszokat cseréljük, az ugyanaz történt. Mondjuk meg választanak, hogy tudsz együttműködni a kormánnyal, szóba állnak veled? Tehát nem engem kell megkérdezni, hanem a kormányt kell megkérdezni, hogy szóba állnak-e velem, vagy nem. De az a kérdés ebben az ügyben, hogy szerinted megteheti egy kormány, hogy a fővárosának a polgármesterével, és most kihelyezetten hangsúlyozni szeretném, nem polgármestere van a fővárosnak, hanem főpolgármestere, ami nem egészen ugyanaz a fogalmazás. Ugye az angol mer szó az ebben az értelemben egy picit más. Dönts el a kormány, hogy megmerje tenni, hogy a főpolgármesterrel nem áll szóba. Vállalja ennek a következményeit. Mondjuk láttunk már ilyet. Majd kiderül, 98-2002 között, amikor ugye a Nemzeti Színház építés, a metró építés, a fővárosi pénzek elosztása, annak az átcsoportosítása által. Mi történt 2002-ben ezt követően? Kibukott bele? Hát igen. Ez történt. És újra megtörténhet. Ezeket el kell szabadni. Most volt így még egy polgármester, aki palírozott a kormánynak, nem szólt egy szót, se elvették a jogosítványait, kibukott bele? Most azt kell elintézni önökkel is, hogy egy ellenzéki főpolgármesterre érdemes szavazni, mert többet fog tudni elérni, mint az az ember, aki eddig kiszolgálta, és lényegében bábja volt a jelenlegi kormány. Pontosabban az a kérdés, hogy amit a házelnök tegnap vagy tegnap előtt talán, nem tudom pontosan, Nagykanizsáról üzent meg az országnak, hogy azt ajánlja a választóknak, hogyha kétszer a Fideszre szavaztak, akkor harmadszorra is tegyék ezt, mert a kormány csak olyan önkormányzatokkal szeret együttműködni, akik hozzá közel állnak, magyarán, hogy a sajátjaikkal szeretnének együttműködni, és ahol nem ilyen lesz, hát ott majd megnézhetik magukat. Szó szerint nem ez volt persze ennek a tartalma, de az értelme ennyivel van. Most lehet ilyen módon zsarolni a választókat? Lehet. Országgyűlési választáson a miniszterelnök azzal kampányolt, hogy kormánypárti jelöltet kell választani, mert különben nem fog fejlődni az önök térsége. És az emberek meg is választották őket. Nem ezért. De mert a választóelnök sokkal okosabb és átlátta a bonyolult összefüggéseket. Szóval lehet. Igen, de én azt gondolom, hogy rám választóra, meg úgy általában választunkra, ez elgondolkodhatóan hat. Tehát, hogy lehet ilyen módon zsarolva lehet. Szóval engem biztos, hogy nem lehet zsarolni, félre nehéz természetesen, csak meg a teremben ülők nagy része, csak szerintem. Csak a dolog mégis, mintha működne. De én meg azt gondolom, hogy nem. Hova lett, mivé lett a főváros az elmúlt 4 év alatt? Azzal, hogy egy neki parírozó főpolgármester volt. Ott nyomták le, ahol éppen akarták. Milyen ellenállást tanúsított a dolgokban? Semmi. Mivé lett a főváros ennek? Hadd mondjuk egy rövid kérlek. A főváros egyik büszkesége, világra szóló büszkesége, biztos sokan csodálkoznak, amit mondani fogok, a patkánymentesítés. Magyarán, hogy Európában gyakorlatilag egyedülálló környezet, amivé 90 után sikerült tenni ezt a város. Az elmúlt években a belső kerületekben, én ezt személyesen látom, például a Damjanics utcában, ez a patkányírtás valahogy nem olyan eredményes, nem olyan hatásos. Na most tud-e bárki valaki... Átvitt értelemben beszélünk, hogy ez... Akkor mondtam volna, az a cég, az a bábornai eredetű cég, amelyik ezt a módszert fejlesztette, amelyik rendszeresen jól meg lett ezért fizette,
valahogy 2010-ig ezt a munkát elég eredményesen végezte. Elmúlt években ezen a téren is, hogy mondjam, átrendeződés történt. Igen, csak elmondják 1600-szor, hogy soha ennyit a főváros nem fejlesz, olyan, mint a nincs tandíj Magyarországon, sokan még mindig azt abban vannak, hogy nincs tandíj. Az rendbe tettük az egészségügyet, ugye naponta 3 orvos és 2 egészségügyi dolgozó távozik külföldre, rendbe tettük az egészségügyet, rendbe tettük az oktatást, és a közbiztonságról már nem is beszélve, igen. És az az érdekes dolog, hogy mintha az emberek, ha sokszor mondják nekik, mindezt elhívják. És ezzel kell szembe menni. Szóval ez nem olyan egyszerű, de most már kevés időnk van, és még egy kérdést szeretnék föltenni Falus Ferencnek, hogy ugye nyilván jártál a nagy európai fővárosokban, Párizs, Berlin, London, meg hát Róma, stb. Hol a te fejedben, hol helyezkedik el Budapest, és hol szeretnéd, ha elhelyezkedne? Bécs. Tulajdonképpen mindannyiunk számára Bécs a referenciaváros. Ott jártunk először külföldön, amikor fiatalabbak voltunk. Most viszonylag gyorsan ki lehet menni, mindenkinek vannak barátai, ismerősei a városban. Bécsbe a tömegközlekedés valamilyen módon működik. Nem kell várni rá, oda visz, jön, megy, valahogy más jobb helyzet van Bécsben. Most Bécs mindenféle kimutatás szerint ugye a világ egyik legélhetőbb városa, de azért valamilyen módon azokat a példákat, amit Bécsről tanulni lehet, azt azért érdemes lenne tanulni. Például, ami kevésbé látható része Bécsnek, ugye az a szociális lakásprogramja az osztály. Azt is érdemes tanulmányozni és megnézni, hogy a szociális bérlakásprogram ügyében mit lehet kezdeni. Ugye aztán például még maradjak az egészségügynél, ugye az egészségügyi intézmények, a kórházaknak az összevonását az Bécsben is megcsinálták. A különbség csak az volt, hogy 6 hónap alatt akartuk ezt megcsinálni. Annak idején az osztályok vagy 15-20 évet fordítottak erre, hogy ez az összevonás megtörténjen. Tehát van mit tanulunk szerintem tőlük attól, hogy egyenletesen és jól tudjunk működni. És azért Bécsben kultúra is van, szórakozás is van. Jó, de ugye Bécsben bünkeműtés, egy kicsit unalmasocska. Berlin meg mondjuk a pezsgő kulturális élet. Miért nem Berlin? Berlint is vehetjük tulajdonképpen. Én Berlinben sokkal kevesebbet voltam, mint Bécsben. De azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy melyik város veszünk, hogy most Berlint veszünk, vagy Prágát veszünk, vagy bármelyiket. Az utóbbi években a környező fővárosok közül mindegyik jobban fejlődött, mint Budapest. De te milyen Budapestet látsz magad előtt, mondjuk megválasztanak 4 év múlva, hova akarsz eljutni? Mi az a víció, ami benned van, amikor megpályázom ezt a hivatalt? Az egyik, hogy ugye 5 évre választ. Igen, de 4 év múlva be kell számolni a választókat. Ez így van, de egy dolgot azért te sem tudni, hogy a választás után és a választás előtt, ahogy említetted, ugye lényegében már bénakacsa egy ilyen kormányzat. De most akkor az azt jelenti, hogy 4 éves ciklusból van 2,5 éve nyugodtan építkezni, most meg 3,5 éve van. Tehát ez nem 20%-kal több, hanem annál lényegesen több. Ugye, és hogyha ez a csodálatos rendszer így működik, meg hanem akkor is van benne logika, hogy ezt követően még egy 5 éves ciklus legyen, és utána vissza lehet állni a 4 éves, de a országgyűlési választások fél idejében történő választás. Azt gondolom, hogy ez nem egy elszabadult gondolat, hogy ezt így lehet megcsinálni, de most nincs, de 5 éves ciklus következik. Ugye ez alatt az 5 éves ciklus alatt el kellene érni azt, többek között ugye, hogy a demokrácia és a szabadság az érezhető legyen Budapesten. Ez szerintem a minimális cél ebben a jelenlegi rendszerben, ami minden körülmények között Budapestet körül fogja venni. Budapest nem olyan, mint az ország többi része. Ezt el kell nekik magyarázni, hogy az a két ember, aki mondjuk Kalocsán ilyen piros hajjal és nem tudom mivel járkál, abból Budapesten biztos van 5 vagy 8 ezer.
kisvárosnyi ember van belőle, és ezzel nekünk valamilyen módon együtt kell élni. És rengeteg ilyen különlegessége van, ami a ország más részéről különlegesnek néz ki, ami szerintem normális, és nekünk ezt elérni kell. De azért mindenképpen van egy-két dolog, amivel foglalkozni kell. Ugye azt a forgalom tömeget, ami a belvárosra rázódul, azt valamilyen módon mérsékelni kell, ugye itt nem a dugódíjról van szó, mert akkor tárgyalunk, mert nem érett meg a helyzet pillanatilag itt. És azokat a főútvonalakat, amiken például most jelenleg az üzleteknek a kirakata üres vagy le van ragasztva, azokat valamilyen módon olyan bérleti és egyéb konstrukcióval működhetőbbre kell tenni, és a munkahelyet is lehet esetleg teremteni, hogy egy kicsit jobban nézzen ki. Biztatni kellene például azokat a társasházakat vagy önkormányzatokat, hogy legyenek kedvesek helyrehozni az épületüknek a küllemét. Drágában valahogy ezt meg tudnánk csinálni. Hát ha mi is meg tudjuk csinálni, hogy akkor ez egy kicsit jobban nézzen ki. És van még egy nagyon fontos dolog. Az átláthatóság következtében azt kell elérni, hogy az a pénz, ami a rendelkezésünkre áll, azt arra fordítsuk, amire való. És akkor valamivel több pénzünk lesz, amivel tudunk valamit kezdeni, és talán hatékonyabban is tudjuk elfogadni. Van olyan város, ahol a befizetett helyi adók X részét, mondjuk 20-30%-át eldöntetik a vállalkozók, hogy mi legyen veletek. Azt mondja, az önkormányzatban itt van 10 dolog, döntsétek el, melyiket valósítsuk meg, tervezen ilyet. Hogy mit akarsz kezdeni a vállalkozókat, be akarod vonni őket a döntéshozatalba? Hát először is beszeretném vonni a döntéshozatalba, és amilyen jogi lehetőség van, és mondjuk amit a közbeszerzés lehetővé tesz, legalább azokat, akik budapesti vállalkozók, és alkalmaznak olyanokat, akik Budapesten munkát keresnek, azokat valamilyen módon előnybe kellene részesíteni. És valamilyen kedvezményt kommunális adóból például lehet adni területekkel együttműködve, és az se ördögtől való gondolat, azt gondolom már ebbe a körbe talán megkapom érte a magamét, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint, mint amiről szó volt, hogy azok változhattak. Az iparűzési adó mértéke csak maximálban van. El lehet gondolkozni azon, hogy hát ha van egy optimum ennek, hogyha mondjuk egy 0,5 ponttal csökkentjük ezt az iparűzési adót, ugye, mert ez egy nagyon nagy teher a vállalkozásoknak. Ez a 2%, az lehet, hogy többet hoz, mint amennyi kiesést ez jelent. Én erre nem tudok különös választ. Nyilvánvalóan ezt nem az első intézkedések között képzelhető el, de igenis van a fővárosnak lehetősége arra, hogy a vállalkozásokkal együttműködjön és valamilyen módon fejlesz őket. És ugye egy nagyon fontos dolog van. Most valaki belekezd Budapesten egy vállalkozásba, mi a garancia arra, hogy holnap is az övé lesz? Tehát valamilyen módon meg kéne őket győzni arról. Tehát addig, amíg a tévében azt látjuk, hogy a miniszterelnök autóbuszozik az Andrássy úton, kinéz, lát egy palotát, és akkor azt mondja, na akkor majd valami jogszabályt majd módosítunk, vagy törvényt, és akkor holnaptól nem a tietek, hát ide azért így nehezen jön vállalkozó. Meg akinek pénze van, az is lehet, hogy inkább Pécsben, Berlinben, Párizsban, Rómában, nem tudom, hol tartja. De hát ezen azért illene változtatni valamilyen. Heten vagytok jelöltek, ebből ugye kiveszük a Tarlóst, meg kiveszük a Jobbik jelöltét, meg kiveszük az LMP jelöltét, akkor ugye maradtatok 4-en. Beszéltek egymással? Igen. Mert ti 4-en ugyanarra a szavazóra hajtotok, csak mondom. De nem csak ugyanarra a szavazóra hajtunk, hanem a programunkban is nagyon kevés a különbség. Akkor mi alapján válasszunk közületek? Ez egy jó kérdés, de azt gondolom, hogy először is a Fidesznek volt. De azt kellett tudom, hogy ez nem kérdés. Én nem vagyok még elég jó politikus. Én csak azt tudom mondani, hogy én 90-ben hallottam egy nagyon jó ilyen választási jelszót, hogy hallgass a szívedre, és szavazzál rám ebben az esetben, mert a tavaszi választások alapján az a három párt, akinek a támogatását én bírom, annak a három párt támogatói által adott jelöltnek van a legnagyobb esélye arra, hogy változást érjen el a városban. Többiekkel pedig tisztességgel meg kell állapodnom. Miben? Hát például abban, hogy az ő által fontosnak tartott programelemeket is megvalósítom. Ja, de ehhez kéred, hogy lépjenek vissza? Nem kérek pillanatilag senkitől semmit, de hogy beszélgessünk. Hát, hölgyeim és uraim!
ennyi volt, mert Faruk Ferencnek hatra el kell menni, és melyiket, ahogy el fogjuk engedni. Köszönöm szépen a felületet voltál, sok sikert kívánok! Köszönjük szépen a részvételt, és kérem, hogy menjenek el szavazni. A jobb oldali szomszédot beszéljük rá, hogy maradjon otthon még egy emberrel együtt, és egyébként pedig váltsuk lehet valós. Vagy tévedésből ide szavazzanak. Vagy az sem, az igen. Köszönjük szépen!